16 ember vált átmenetileg otthontalanná Dunakeszin, mert villám csapott a házukba. A lakóknak az éjszaka közepén kellett menekülniük a lángok elől, szerencsére egyikük sem sérült meg. Úgy érzik, hogy a sorsuk most a biztosító kezében van, hiszen nem mindegy, hogy hogyan térül meg a káruk. A tetőszerkezet összeégett darabjai hevernek a földön, a gipszkarton fal a francia ágyra esett. Hajnali 4 óra után pár perccel álmokból riasztotta fel a lakókat a tomboló tűz, amely pillanatok alatt beborította a házukat. Hatalmas durranás, és 3-4-5-kor észleltük, hogy ég a ház. A környéken lakók a robajra riadtak fel, villám csapott a házba. Iszonyatos füst, és hatalmas. Az egész tetőszerkezet égett. Mit tudtak csinálni? Tudtak valahogy segíteni? Hát akkor nem, mert kijöttünk mindnyájan az egész utca, de akkor már kihívták a tűzoltókat. A kétszintes társasházban 4 család lakik. A tűz idején 11-en voltak otthon, akik rohanva menekültek az utcára a lángok elől. Sikerült kijutniuk, szerencsére egyikük sem sérült meg. Helyszínre nagy erőkkel vonultak a fővárosi hivatásos tűzoltók, a munkájukat a Pest megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A tüzet 5 vízsugár segítségével oltották el, illetve akadályozták meg a tűz továbbterjedését. Volt olyan lakó is, aki épp nyaralt, szomszédai hívták fel telefonon, hogy azonnal siessen haza, mert leégett a házuk. Összesen 16 ember, köztük 9 gyermek vált átmenetileg otthontalanná. A lakások tulajdonosai híradónak elmondták, attól tartanak a leginkább, hogy a közelgő esős időjárás miatt a még épségben maradt holmiaik is eláznak, ezért azon dolgoznak, hogy mi hamarabb ácsot találjanak. A Dunakeszi önkormányzat felhívást tett közzé, amiben arra kéri a település lakóit, segítsenek elszállásolni a tragédia érintettjeit. Sokan ajánlottak fel egy-egy szobát a házukban, míg más gyerekholmikat, használati cikkeket küldene. Amint egy tábortűz mellett üldögélnénk, arra lettünk figyelmesek az ablakon keresztül, és óriási hő, rengeteg pernye szállt a levegőben. Németh Péter a szomszédban lakik. Biztosítási szakértőként ő is felajánlotta a segítségét a családoknak. Szerinte az volt a baj, hogy nem szereltek villámhárítót a házra, sőt a környéken lévőkre sem. A jogszabály ugyanis nem írja ezt elő. Tartalmazza a villámhárítóra vonatkozó részeket is, ám ezek elég lazák, ezek a villámhárítóra vonatkozó tételek. Elég sok részből áll össze a jogszabály, 10 méternél alatt gyakorlatilag nincs szükség villámhárítóra, ha az épület magasságra haladja meg. Az emberek nagy része hajlamos a legolcsóbb biztosítási csomagot választani, amit a bank a hitelfelvételhez előír. Ezek nagy része azonban a villámcsapás okozta másodlagos károkat, amik az ingóságokban keletkeztek, nem téríti meg, tette hozzá.